Riasztást kaptak a dunaújvárosi tűzoltók. Azonnal mennek, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Nincs ez másképp karácsonykor és szilveszterkor sem. Míg az emberek többsége ilyenkor a családjával vagy a barátaival tölti az ünnepeket, a tűzoltóknak akkor is készenlétben kell állniuk. A szolgálat az ugyanolyan szolgálat, mint az év összes többi napján, tehát nagy különbség nincs benne. Nyilván itt a beosztott tűzoltók együtt főznek, együtt töltik el az ünnepek alatt az időt. A kirendeltségvezető elmondta, felszereléskor minden tűzoltó tisztában van azzal, hogy mit vállal. Más a szolgálat, mint a munkahelyeken általában. Ehhez mindenki hozzászokott. Dolgoznak a dunaújvárosi rendőrök, az ünnepek alatt is szolgálnak, hiszen balesetek, rendbontások bármikor előfordulhatnak. Általában vagy a harmadát, vagy a felét töltik benne a kollégák ezeken a napokon a 24 órának. Németh Miklós, a dunaújvárosi rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője elmondta, a rendőrök hozzászoktak a folyamatos munkavégzéshez. A rendőrségnél az élet nem áll meg, ünnepi időszakban is folyamatosan dolgoznak a kollégák, ugyanavval a létszámmal, mint amivel egyébként minden nap, hiszen a rendőrségnél ez a munka folyamatos. Itt talán annyi, hogy a hivatali ügyintézések, az igazgatás rendészeten, a hatósági ügyintézések az nyilván az ünnepi időszakban szünetelnek, de természetesen a két ünnep között fogadják a ügyfeleket a kollégák ezen a téren is. A küldések és a munkafeladatok azok egy kicsit más hangsúlyt kapnak, mint egyébként. Az osztályvezető kiemelte, a vezetőség igyekszik úgy alakítani a beosztást, hogy minden évben más szolgáljon karácsonykor, illetve szilveszterkor. Karácsonyi dekorációk lógnak a Szent Pantaleon Kórház nővérpultjain. A dolgozók próbálnak ünnepi hangulatot teremteni, hogy egy kicsit otthonosabban, jobban érezzék magukat azok a betegek is, akiknek muszáj a kórházban tölteniük az ünnepeket. Munkával, elsősorban munkával, hiszen... A kórházban sem áll meg az élet karácsonykor. A traumatológiai osztályon ugyanannyian látják el a betegeket, mint egy átlagos napon. Az osztályvezető főorvos elmondta, az ünnepek alatt megnövekszik az ellátandó betegek száma. Az emberek ilyenkor leginkább banális sérülésekkel, kisebb háztartási balesetekkel fordulnak orvoshoz. A szentestével a készülődéskor értelemszerűen a kézsérülések faragják a fenyőfát, ez legtöbbször valamilyen balesetet szokott okozni, egy-kettő mindig előfordul, hogy bal tával mellé csapnak, vagy valami kisebb ilyen sérülés van, ugye a főzéssel való pepecselés, forrázás, vagy ezzel kapcsolatos sérülések, és hát legtöbbször az ilyen kisebb utcai balesetek, vagy háztartási balesetek, elesések, amikben azért az időjárás is nagyban befolyásol, csúszós-e az út, jeges-e valahol az útpatka, tehát ezek szoktak a jelentősek lenni az utóbbi időben. Úgy tűnik, hogy a nagy közlekedési balesetek legalábbis itt a hétvégén talán csökkenő számban vannak, de hát ezt sose tudjuk kiszámítani, még akkor sem, hogyha a stráda azért tehermentesítette a veszélyesebb útszakaszokat, de hát erre mindig felkészülten rendelkezésre kell állnunk. De nem ez szokott a nagy számú lenni, hanem a kis háztartási balesetek, a banális sérülések. Az ördög az ünnepek alatt sem alszik, balesetek bármikor előfordulhatnak, de amíg mi pihenünk, addig ők dolgoznak, hogyha kell, segíthessenek.